Pető Vilmos a neve. 1942-ben születtem Magyar Hermannyba. Én mosters, két-három décit megiszom édőtejét. Minden nap. Egyszer meg kéne aludni, akkor állépünk, egyre még utána hajtunk, húzutkodunk, de örökké dolgozunk. Én meg nem hallok érte, ritka, mikor megállok. A gyermekkoromat jó volt, mert milyen a gyermek. Rosszaság volt bennem, biztos. És nálunk olyan volt a divat szüleim, meg mi gyermekek voltunk, hogy 7 óra, amikor eljött reggel, reggelizni kellett. Amikor déli arancsó megkondult, mindenkinek az asztal meg kellett ülni. Nyári időszakban, amikor felkártunk, akkor ügyesen venni kellett a szerszámot, menni kellett a mezőre takarni és kaszálni. Akkor nem volt gép, kézzel. Én legénykoromban összetartás volt a fiatalsággal. Elmentünk mullatni, szórakozni, de vagy, hogy illetlánszőt egymásnak használjunk, arról szó sem lehetett. Persze viselkedtünk normális körülmények között, bárhova elmentünk. A jó maga viselt, van minden szép leján. Ez biztos. Akkor a legény ment a vizitába, nem a leán a legényhöz, mint most. Most a leán folyt fel a legényre, de akkor a legény ment a vizitába. 9 órakor jöttünk el, mai fiatalságnak nem lehet étetteje parancsolni, mert azok nem értékelnek semmit éte. Szóval nem fogadnak a szülőknek, ami sajnos. Az ember mondja, hogy ő csinálja másfelét. De ezelőtt, amikor azt mondta apám nyugodjanak, hogy ülj le oda, ne. Egy muksán volt. Hát elődjeimes mindvonaruk voltak, ez a malom éjjel-nappal ment. Éjjel-nappal. Ez társas malom volt az 1600-as években. Neki volt dédnagyapámnak a legtöbbe részeit ötte, és megvette az egészet az utódjainak. Volt neki 3 fia. Kicsi gyermek voltam, lettem olyan 3 aztán, de ős ilyesmi. Apám nyugodjék, őrült. Kimentem ezzel a malomba, anyám nem tudott beszerelni a házba. Nyugodjanak. Azt mondta apám, hagyd végig, értsd a gyermeknek. Jöhet van velem. Bebújtam a lisztesládóla, apám a zsagot cserételást, megöleltem a lábát. Annyira szerettem, hogy reggelig tudtam, hogy apámmal nyugodjék malomba ülni. Hát most is többet ér a világ vagy vagyonánál. Hát biztos. Hallom a vízcsobogását. Hogy menj a kő, minden. Lámban, hogy a lelke meg van nyugodva értette. Hát úgy ebben születtem, ebben nőttem fel. Ezt szerettem. Indítom meg, kezem összefogom, a drága Isten kérőm. Ja, drága Isten, segélj meg! Örvendök, hogy még a Jó Isten ennyiben erőt adott, hogy tudok őrülni, örömmel. Örök a Jó Istennek áradozok, imádkozok. Örvendök. És a lelkem megnyugszik akkor. Olyan nyugodt vagyok, hogy nem adnám semmit.